Lionel Messi 2010-ben világbajnok lehetett volna, ha 2003-ban elfogadja Spanyolország ajánlatát és csatlakozik a nemzeti csapatukhoz. Hogy ez miért nem valósult meg? A következő pár percben ezt fogjuk nektek elmesélni. Messi 13 éves koráig Argentínában futballozott a Newell's Old Boys ifi csapatában. Azonban a 2000-es év nyarán 3 millió euróért leigazolta őt az FC Barcelona. A fiatal argentin csillag a családjával együtt a katalán fővárosba költözött. Teltek múltak az évek, Messi még egy percet sem játszott Argentína utánpótlás válogatottjaiban, sőt egyetlen megkeresés sem érkezett az Argentin Labdarúgó Szövetségtől. Majd elérkezett a 2003-as év. A Spanyol Labdarúgó Szövetség ekkor vette kezébe az irányítást. Mindenáron szerették volna meggyőzni Messit, hogy a spanyol nemzeti csapatot válassza. Majd egy rejtélyes VHS kazetta került az U17-es argentin válogatott edzője Hugo Tocalli kezei közé. A felvételen egy rendkívül tehetséges kisrác szerepelt. Ez Tocalli számára sem volt kérdés, így azonnal megbízta a labdarúgó szövetség egyik alkalmazottját, hogy kutassa fel Lionel Messit. Nem volt egyszerű dolga, hiszen akkoriban még gyerekcipőben járt a közösségi média. Nem volt mindenkinek mobiltelefonja sem. Így maradt a régi módszer, a telefonkönyv. Kitéptem egy oldalt és hazasiettem. Elkezdtem minden Messi vezeték nevű embert hívogatni Rosarióban, amíg rá nem találtam a nagymamájára, aki megadta a barcelonai telefonszámukat. Argentínának sietnie kellett, hogy a spanyolokat megelőzzék. Akkoriban rengeteg pletyka keringett arról, hogy Spanyolország még erősebben dolgozik Messi odacsábításán. A pénzzel, valamint azzal az ígérettel próbálták őt meggyőzni, hogy segítenek neki gyorsabban bekerülni a Barcelona felnőtt csapatába, ha megszerzi a spanyol útlevelet. Tocalli tudomást szerzett erről, ezért azonnal az argentin szövetség akkori elnökéhez és FIFA elnök helyetteséhez Julio Grondonához fordult segítségért. Mivel a közeljövőben nem voltak utánpótlás válogatott mérkőzések, ezért egy frappáns ötlettel kellett előállniuk. Nem is teketóriáztak sokáig, megszerveztek egy U20-as barátságos mérkőzést és Messi behívóját elfaxolták a Barcelona vezetőségének. A katalán csapat nem akarta elengedni őt, hiszen Messinek jelenése volt az ifjúsági Copa del Rey-ben. Ám végül Grondon egy visszautasíthatatlan ajánlatot tett, így Leo elutazhatott Argentínába. Ahhoz, hogy Messit az argentinok magukénak tudják, a nyilvánosság számára fontossá kellett tenniük a mérkőzést. Ezért felkértek egy nemzetközi játékvezetőt, akinek a hivatalos FIFA lapokat magával kellett hoznia a mérkőzés adatainak felírására. Emellett meghívták Argentína első számú újságjának fotósát is a találkozóra, aki oda is sétált a kispadhoz és lefényképezte Lionel Messit. Ez volt az első fotó Messiről, mely valaha egy argentin újság címlapjára került. A barátságos meccs, a FIFA lapok, a fotó a másnapi újságban. Mindez volt a biztosíték arra az esetre, ha a jövőben Spanyolország meg akarná keresni Leót. Az ominózus barátságos meccs előtt Messi Tocalli edző tudtára adta, hogy ő mindig is Argentína válogatottjában akart szerepelni, csupán a megkeresésükre várt. Ha nem lett volna ez a mérkőzés, ki tudja, hogyan alakult volna Lionel Messi története. Ti hogyan döntöttetek volna Lionel Messi helyében? Elfogadtátok volna a spanyol válogatott behívót, vagy vártatok volna az argentinra? A válaszotokat írjátok le kommentben. Hajrá magyarok, hajrá félidő!